Az egyik legszebb nőtől, Marilyn Monroe-tól tudjuk azt, hogy a szépség és a nőiesség kortalan. A férfiak is így gondolják, ezért is ünneplik meg az év egy napján, vagyis március 8-án a szebbik nemet. Az első ehhez a dátumhoz köthető esemény 1857-ben történt New Yorkban, amikor a textiliparban dolgozó nők az utcára mentek tüntetni a jobb munkakörülmények és magasabb fizetés reményében. Az ezt követő évtizedekben az első és a második internacionáli több olyan eredményt is fel tudott mutatni, amelynek köszönhetően a női munkaviszony társadalmilag is elfogadottá vált. Magyarországon ezen a napon virággal, csokoládéval és kulturális műsorral hajtanak fejet a hölgyek előtt. Radó Béla polgármester és férfi önkormányzati képviselő társai ebben az esztendőben is műsorral és sztárvendéggel készültek az önkormányzatnál dolgozó hölgyeknek. Hát én ezt elképzelhetetlennek tartanám, hogy mezőzomboron ne ünnepeljük meg a nőket, hiszen mindannyian gyerekek vagyunk, mindannyian egy nőnek köszönhetjük az életünket, és még jó, hogy van ez az egy nap, bár remélem, hogy a férfiak nem csak ilyenkor tesznek ki magukért ezen az egy napon, amikor megköszönik a nőknek, a lányoknak, az anyáknak, a nagymamáknak és a dédnagymamáknak azt, hogy ők vannak, hiszen nekik köszönhetjük az életünket. Én azt gondolom, hogy a nőknek nagyon nehéz életük volt sok évszázadon keresztül, és talán eljön az az idő, amikor valóban egyenrangú férfiakkal egyenrangú félként fogják őket kezelni, a munkájukat pedig elismerni. Hát én csak jókat tudok mondani minden egyes nő munkatársamról. Valóban így van. A munkatársaimnak a 80-90% az hölgy, akár az óvodába, akár a polgármesteri hivatalba, vagy a településüzemeltetésnél, vagy az iskolába. De hát az élet így hozta, ezek a szakmák elnői esettek. Én nagyon szeretek velük együtt dolgozni. Gál István képviselő szerint legalább az év egy napján emlékezzünk meg arról, hogy a nők mennyire fontosak a férfiak életében. Nehéz dolguk van a hölgyeknek, hiszen egyszerre kell lenniük kislánynak, feleségnek, anyának és dolgozó nőnek is. Hát a nőnap magába véve a legfontosabb egyik ilyen kis ünnep, mikor is ugye megtiszteljük a hölgyeket és minden nőtársunkat, hogy igazándiból egy kis kedveskedés. Egy szál virág, egy szál barka a családba reggel. Nekem is ugye van két kislányom, és akkor őnekik is egy kis barkát, egy kis virágot oda teszek az ágyba, mikor reggel felkelnek, és nagyon jól esik nekik, hogy oda van rájuk figyelve, ilyen szempontból is. Ugye az oldalbordánk tulajdonképpen, és hát a családnak, a fészek melegének a megteremtője. Ezen a napon a férfiak próbálják a gyengébbik nemet mentesíteni a munka alól, és kisebb ajándékokkal kedveskednek szeretteiknek. Nagyon régen származik ez, azt hiszem Amerikába indult ez a nőnapi hagyomány, mert férfiaknak és mindenkinek a nők, azt hiszem, a mindennapjaikban nagyon fontos szerepet játszanak a családban, gyereknevelésben, sorolhatnám nagyon hosszan ezeket a dolgokat. Ezért vagyunk itt, hogy most a mai napon megemlékezzünk róluk, és egy színvonalas műsorral szolgáljunk nekik. Koncz Ferenc a 6-os számú választókerület Fidesz-KDNP képviselőjelöltje is üdvözölte a meghívott vendégeket mezőzomboron, majd hangsúlyozta azt, hogy békeidőben az asszony szava az első. Az ünnepi gondolatok után Berecki Zoltán énekes ismert dallamokkal szórakoztatta a megjelenteket mezőzomboron. Someone to hold me, but wait for something more.